A Tokai Borvidék non-profit Kft. megbízásából a Város Timpanon Kft. készítette el a Tokai Borvidék Területfejlesztési Programjának környezeti stratégiai vizsgálatát, amelynek véleményezésére 30 nap áll rendelkezésre. A dokumentum a Tokai Borvidék Fejlesztési Tanács honlapján a tbft.hu oldalon található. Az elkövetkező 2021-2027 közötti programozási időszak területi Operatív programjának a versenyképes Magyarország operatív programnak, a korábbi terület és település fejlesztési operatív programhoz hasonlóan egyik célja, hogy megfelelő alapot biztosítson a területi alapú fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához a térségi egyenlőtlenségek további mérséklése érdekében. Ezért a különböző területi szinteken továbbra is szükség van a sajátos térségi adottságokra meghatározott és indokolt fejlesztésekre, azok szükségességének meghatározására, a térség fejlődésére történő hatásaik bemutatására. Az országosan és nemzetközileg is egyedi természeti környezet, kulturális háttér és potenciális borászati termékportfólió, erre alapozva pedig a minőségi bortermelés kialakításával és értékesítésével, a Tokai Borvidék turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése kiemelt figyelmet kapjon. A fejlesztési program társadalmi egyeztetésen nyáron megtörtént az észrevételek feldolgozása mellett elkezdődött az egyes tervek, illetve programok stratégiai környezeti vizsgálata. A környezeti vizsgálatra vonatkozó véleményeket 30 napon belül február 16-ig az infokukac.tbft.hu címre várják az érintettektől.